egy videó. A videónak a apropója. Megérkeztünk a partjaihoz. Az ott kérem szépen Barcelonába. Már egy ideje Szombat partjainál jövünk. Hát a horgászattal sajnos nem volt olyan szerencsén, mint ahogy szerettük volna. Ezt a mábó, tovább a módó. Mai napot csinálok még elég kis szerzés. Szépen megy. Bejövök ide szélárnyékba. No. Hát itt van a horgászbot. A látvány az annyira nem rossz, de sajnos halak. Voltak kapások, de ott ugye mindig is hagytuk a botokat. Tehát volt, hogy már mindnyugodt az orszó szerencsétlen. Meg csócsálta a nagy csalikat. De népe van, lássa voltak elfoglalva. Tehát ez van. Tetszett őrendőr volt. Na, hát így a mai napra visszatekintve, mit csináltunk, hogy telt a mai nap. Felébredtünk, ugye ott tartottunk azon a gyönyörű, szép részen a Kolumbiai Nemzeti Park perem kerületén, abban az ökölbe. Hát az egyszerűen nem lehet elmondani. Az elmondani a mese. Utána ébredés után elmentünk snorkelizni. Akkor láttunk kis halat, meg ráját, meg nagy halat, meg mindenfélét. Azután úgy döntöttünk, hogy hát a csapattól megkérdeztem, hogy maradjunk-e még egy éjszakát, mert nekem meg Janinak nagyon tetszett, de Pista barátunk rosszul is aludt, meg nyugös is volt, meg herpesze is lett, meg minden. Úgyhogy azt mondta, hogy akkor inkább menjünk szobára. Úgy döntöttük, hogy akkor délbe elindulunk haza, Szombára. 11.30 akkor előtte még elmentünk búvárkodni Jánossal. Egy nagyon-nagyon szép helyen búvárkodtunk, ami eszméletlen. Jó sok hal volt, Jani elég ügyesen vette az akadályokat, volt kisebben akadály, de semmi komoly. Úgyhogy búvárkodás után visszamentünk a hajóra. 10 óra magasságában, 11 óra magasságában, 11.30-kor pedig már indultunk is. Indultunk volna, de kiderült, hogy a vasmocskánk az leakadt egy olyan 10-15-20 méteren. Ott a kapitány gyorsan beugrott a vízbe, aztán megoldotta. Gyorsan kiakasztott a horgony, és már indulhatunk is. Hát először azt számolta, vagy azt mondta, hogy körülbelül egy nap lesz az útszukvára. Szerencsére ez nem így lett, ugyanis már most Szomba partjainál vagyunk. Igaz, hogy még Nyugat-Szombán és Kelet-Szombára megyünk, ugye van Ingapuban, de hát még innen körülbelül pár óra hosszabb. Tehát nem 24 óra, hanem még 12 óra sincs. Tehát durva 12 óra alatt odaérünk a partra, vagy már van Ingapuba. A terve következő, van Ingapu, ugye ott van az villamos dala. Ott megállunk, ott van egy nagy kikötő. Ott én kiviszem az egyik elektromos kerékpárt a partra. Felülök a kerékpárra, visszamegyek vele a villába, ami nagyjából egy szerintem kerékpárra lesz körülbelül egy negyed óra. Kávében tök közel lakunk egyébként. Úgyhogy visszamegyek a villába. A villába már ott van az APV, ugye a kis busz, ami egy személynek teljesen kényelmes.
és felveszem az ATV-t, visszamegyek a többiekért, aztán vissza megint a villába, és mindenki kicsika, mindenki aludni fog, ezt garantálok, mint a bunda. A hajó eközben el fog indulni már csak a személyzettel, már csak a három fő személyzettel, tehát a negyedik fő az aki a konyhában mosott, főzött, takarított, figyelte, ő már fainkapuba marad. A többiek pedig elindulnak a partra. A partnál várja őket egy ember elemlámpával, és jelez neki, hogy itt vagyunk, gyertek ide, kössetek ki. A kapitányik ekkor kimennek, szépen kikötnek, de valószínűleg tartom, hogy akkor még a cuccunknak a nagy része ez itt lesz a hajó. Borgát, doktor, minden, nem fogunk neki állni éjfélbe pakolászni. Holnap reggel szilveszter, ezért kellett oda sietni, hogy szilveszterezni tudjunk a villába. Szóval igazából, ha hajón szilvesztereztünk volna, akkor se lett volna semmi probléma az égény a világon. Sőt, nekem meg jelenleg még jobban is tetszett volna. Úgyhogy szilveszterezünk, reggel felkelünk, szilveszter napja, szóval ez 31, ha jól számoljuk. Lemegyünk a partra, akkor már a személyzet kihoz mindent a partra nekünk. Azokat a bőröndöket, meg táskákat, meg mindeneket, amiket még ott hagytunk. Szépen akkor nekiállnak a hajót letisztítani, letakarítani, a hajóállást megcsinálják, ugye majd kell egy kikötési pontot, valószínűleg most kezdetben csak horgonyozni fognak. Ők elfoglalják magukat, mi pedig készülünk a szilveszterre. A készülünk a szilveszter az Klári és a csajok dolga lesz. Ugye abban már be tud segíteni Eta, Klári, Gyöngyik, úgyhogy ők hárman. Még szerintem Szara is. Igen, valószínűleg egy pár csaj nekiállnak, aztán megcsinálják, amit kell. Hát ott elkezdtünk majd dolgozni a villába, tehát van viszonylag sok felvételünk, vannak víz alatti felvételeink is. Ennek sokan fognak majd örülni. Fantasztikus kaland volt, tehát egy olyan kalandba volt részünk, ami hát az Ilona nélkül ugye elképzelhetetlen lett volna. Hát nagyjából körülbelül ennyi. Ilonáról egy pár szó, tehát a hajóról. A második nap, második nap volt, én borzalmasan szomorú voltam, és nagyon-nagyon mérges voltam, és csalódott voltam, meg minden. Mert elindultam a Ilonáról, és kezdtek kijönni olyan dolgok, amikre nem számítottunk. És attól függetlenül, hogy beleraktam a szívemet, lelkemet ebbe a projektbe, 9 hónapi felújítás után hihetetlen mennyiségű pénz, hihetetlen mennyiségű idő, hihetetlen mennyiségű energiát beletéve, tiszta lelkiismerettel, tehát merem azt mondani, hogy ettől jobban nem nagyon tudtam volna megcsinálni. És ettől függetlenül kijött egy-két dolog. És én azt hittem, hogy ez egy sorozat lesz, de hála Istennek nem. Mik voltak a problémák és milyen problémák jöttek elő? Az egyik probléma az volt, hogy az egyik drótkötelünknél volt egy bilincs, az a bilincs a szétnyit, és a drótkötél kipattant a helyéről. Hát én akkor egy picit megmondom őszintén, megijedtem, hogy mondom, hogyha ez a testből szakadt ki, akkor az itt az itt elején. De kiderült, hogy ez csak azért volt, mert amikor polírozták ezt az egészet, az öreg rakta vissza, ugye? A Serafin rakta vissza ezt a... nem húzta meg csavarral, és ez ugye ez egy ilyen U-alakú cucc, amit ide, itt a két résre mutatok, oda van egy ilyen becsavarható csavar. Ha az becsavarod ugye, akkor az tart tulajdonképpen igaz.